Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Most érezhető a telihold energiája. Az indiai asztrológiában úgy tanuljuk, hogy a telihold szerencsét hoz, hiszen megvilágítja az élet utat. Most ez azt jelenti, hogy kiderül az igazság, láthatóvá tesz valamit. Ma reggel, amikor felkeltem, volt egy gondolat nálam, mégpedig a titkok. Úgy érzem, hogy valaki eltitkol előled valamit, de azt is jelentheti, hogy vannak nálad tervek, vágyak, remények, álmok, és nem mondd ezt el, légy titokzatos. Milyen titkokról van szó, ezt most mutatják a kártyák. Itt látható egy fiatal férfi, vagy egy fiú. Itt ő döntéseket hoz. Az lehet, hogy egy fiatalabb férfi belép az életedben, keresi a kapcsolatot veled. De a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és utal egy új kezdetre, amikor döntésekről van szó. Hiszen a kezében tartja itt a kardot, és az utal a levegő elemére. Az jelenti a szabadság érzetét, vagy a gondolatokat, a terveket, az ötleteket, de jelenti a kommunikációt is. Itt lesznek megújulások, és itt a háttérben ez a fa jelenti azt, itt növekszik valami, tehát lesz egy eredmény. Még mindig ennél a titoknál maradunk. Itt látható egy király, aki szimbolizálja a lelki társadat. Ez a férfi elfoglalja a helyét az életben, nagyon-nagyon magabiztos, és figyeli az eseményeket. Miről van szó? Azt mutatja itt a kezében, ez az aranykehely utal az érzelmekre, tehát a szerelemre, a párkapcsolatra, de ő nem mozog, hanem várakozó, figyel téged. Annak ellenére, hogy ez a király nagyon magabiztos, mégis fél attól, hogy elveszít téged. Hiszen a kártya itt mutatja az anyagiakat, a munkát, de ez jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. De mivel itt látható az, hogy így lefele tekint, megvannak a félelmek, és mivel érzelmekről van szó, hiszen a király ezt mutatta, akkor az azt jelenti, fél attól, hogy elveszít téged. Tehát itt van egy titok a részéről. Ő ugyan kifele azt mutatja, hogy nagyon magabiztos, érzelmekről van szó. Ő ezt kimutatja, de jelenleg inkább várakozó, vár arra, hogy te jelentkezz nála. De mivel te visszahúzódó vagy, és légy titokzatos, akkor megjelenik nála ez a kép, fél attól, hogy elveszít téged. Nem fog sokáig itt ülni, hanem cselekedni fog, hiszen itt látható a kard, ami utal a kommunikációra, tehát jelentkezni fog nálad. És hogy viszonyulj ehhez a helyzethez? Itt is a kardok láthatóak, ami utal a levegő elemére, tehát a szabadság érzetére, de a képen másképp látható, ez nem a szabadság, hanem a kötelékek, ezek lehetnek félelmek, bizonytalanságok, vagy korlátozások,
a környezetedben nem tudsz előre lépni, hiszen a kardok azok olyan, mint egy kerítés, nem tudod áttenni ezen magadat, és itt meg vagy fogva. De azt is jelentheti, hogy szívesen beszélnél vele, és akarod a kapcsolatot, keresed ezt a kapcsolatot vele, de a kép azt mutatja, maradj itt most egy helyben. Inkább csukd be a szemedet, képzeld el azt, hogy hogyan alakuljanak a dolgok, és ne tégy most semmit, hanem légy titokzatos. Inkább várakozz, amíg ő jelentkezik. Hiszen látható volt a nagy titok, hogy ő fél attól, hogy elveszít téged, és jön magától. Itt is ez látható, hiszen a hold azt jelenti, te megkapod ezt, ő magától fog jönni, hiszen megvannak a vágyak, az álmok, a remények, amit a hold szimbolizál, azon kívül jelenti az érzelmeket. Ennek a kártyának több jelentése is van. Jelenthet egy örökösödési ügyet. De azt is, hogy ő lezár valamit az életben, ez lehet a félelem, a bizonytalanság is, és jönni fog. Azt is jelzi ez a kártya, hogy maradj a háttérben, ne mozogj, ne keresd most vele a kapcsolatot, légy titokzatos. Most neki kell jönnie, neki kell kimutatni az érzelmeket. Lehet, hogy ő egy kicsit megvárakoztat téged, hiszen megvannak az elvárásai, de légy visszahúzódó, titokzatos. Itt látható az a feszültség, vagy ezek a kötelékek, ami miatt most nem tudsz lépni. De azt is jelentheti ez a kártya, hogy légy várakozó. Itt a hold mutatja az érzelmeket, a vágyakat, a reményeket, az álmokat, nem csak részedről, hanem részéről is. És itt a halál lezár valamit. Arra is utalhat ez a kép, hogy lezárja ezt a helyzetet, és akkor felszabadultnak érzed magad. Átteszed magad ezen a kerítésen, ami utal a korlátozásokra, ezek lehetnek félelmek vagy bizonytalanságok is. És élni fogjátok a hold energiáját, mégpedig utal a vágyakra, az álmokra és a reményekre. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!